A Magyar Művészeti Akadémia ma adta át a tagozati díjakat, 9 tagozatnak a díját, melyet két-két ember kapott meg. Nagyon fontos az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia egyértelműen deklarálja az értéket, mit tart követendőnek, mi az a művészi tevékenység, amely lefedi az egész Kárpát-medencét, hisz itt a díjazottak egy része határon túli munkássággal büszkélkedhet, és nem is akármilyen munkássággal. 30 éve dolgozom benne a szakmában, és van egyfajta, úgymond nagyképű szóval élve munkásság a hátam mögött, és én úgy látom, hogy ezt az akadémia méltatta, és ez nagyon jól esik nekem. Ez a Bogányi zongora tulajdonképpen, jó magam vagyok a forma tervezője, de igazából egy kis csapat áll mögötte. A formája mellett a hangjával is bizonyítja, hogy egy fantasztikusan jó hangszer. Mivel ez egy sok műfajos tagozat, tehát 9 műfaj az iparművészeten, tervezőművészeten belül, ezért természetesen sok irányból jönnek a javaslatok, és arra is figyelemmel vagyunk, hogy mondjuk tavaly milyen műfaj képviselőjét jutalmaztuk. Ennek ellenére most az idén úgy jött ki, hogy két forma tervező. A tervező művészetnek ez a két ága, tehát a régen ipari formatervezésnek hívták, ma már csak formatervezésnek, ezek úgy értetetlen módon kiesnek, pedig hogyha azt mondom, hogy a gazdaság fontos, és az általuk tervezett termékeknek a hozzáadott értéke, ami nagyon nagyban hozzájárul az eladhatóságukhoz, akkor ezért az én számomra értetetlen, hogy miért nincs erre állami figyelem. Egyszerűen megrendítő és felemelő az, hogy Erdélyi Zsuzsanna díjat kaptam. Azért, mert a díj névadója a mindennapi életünk része. Az édesanyám temetésén, amikor őt temettük most már 7 évvel ezelőtt, akkor azokat az imákat is mondtuk, amiket az Erdélyi Zsuzsanna néni kötetéből kerestünk ki. És most a Búzászem iskola mindennapjaiban benne vannak az ő általa gyűjtött imák. 20 esztendővel ezelőtt, amikor a gyerekeink nőttek, kerestünk nekik iskolát, és a saját nevelési elveinket szerettük volna az iskolában visszalátni, hogy kereszténységet szerettünk volna látni az iskolában, magyar néphagyomány, családiasságot és természetet. És ezt a környékbeli egyházi iskolákban, önkormányzati iskolákban és alapítványi iskolákban sem találtuk meg így ezt a négyet együtt. Kidolgoztunk tulajdonképpen egy magyar iskolamodellt, egy olyan iskolamodellt, amelyik identitást is ad, a gyerekeknek nagy szárnyakat ad, mély gyökereket ad. Tehát valójában én úgy szoktam fogalmazni, hogy nem is gyermekeket fejlesztünk egyszerűen csak a magyar néphagyománnyal, a kereszténységgel, a természettel és a családi összefogással, hanem a magyar államnak, vagy a Kárpát-medencei magyar nemzetnek a fundamentumát vetjük meg, mert magyar kultúra nélkül nincs magyar állam és nincs magyar nemzet. Nagy öröm számomra ez a díj, már csak azért is, mert Szőnyi Erzsébetről van elnevezve, a magyar zenepedagógia egyik nagy kiválóságáról, aki gyönyörű életművet hagyott hátra, nem csak pedagógusként, nem csak tankönyvíróként, hanem zeneszerzőként is. Van egy arszpoetikám. Mi szükség van arra, hogy ezt a zenét tanítják, ezt a zenét magyarázzák, ezt a zenét megmutatják? Na, ez vagyok én, hogy még jobban értsük ezt a szépséget, amely kottafejekbe van beleírva, hangszerek számára, és eljut az emberek szívébe. Igyekszünk betölteni azt a szerepet, amelyet Makovecz Imre 2010 előtt egy skicpausz szélére írt föl, amelybe azt mondta, hogy a Magyar Művészeti Akadémia
egy hittel és eleganciával feltöltött fénylő hálóként kell, hogy beborítsa a Kárpát-medencét. Ez a küldetésünk. Ennek a fénylő hálónak egy pontja a mai nap, jelezve a kiválóságokat, egyértelművé téve az értékrendet.